Belehalt súlyos koponya sérüléseibe az a férfi, aki péntek este a Dózsa-György utca és a Botond utca kereszteződésében igyekezett átkelni a zebrán, amikor egy helyi buszjárat elütötte. Bár a férfit a helyszínen újra kellett éleszteni, egy szabad idejét töltő rendőrnek köszönhetően onnan még stabil, de életveszélyes állapotban kórházba tudták szállítani a mentők. Hámori Bernadett rendőr főhadnagy egy edzésről tartott hazafelé, amikor észlelte a balesetet. Egyből megállt, hogy segítsen. A helyszínen lévők picit sokkos állapotban voltak, a buszsofőr éppen a hatóságokat értesítette telefonon, illetve egy férfi és egy nő felváltva próbáltak volna segíteni. Viszont ugye mi többször veszünk részt első segély oktatáson, ezért tudtam azt, hogy a mellkasi kompressziót azt folyamatában a mentő kiérkezéséig folytatni kell. Így mondtam nekik, hogy akkor ezt átveszem. Bernadett stábunknak elmondta, abban, hogy hatékonyan tudott segíteni, nagy szerepet játszott a sok éves rutin is, amelyet stressz helyzetekben szerzett. A balesethez körülbelül egy percen belül megérkezett egy rendőrjárőr is. Kiérkezésünket követően azt láttam, hogy a busz eleje az itt volt a gyalogátkelőnél, a sérült az itt feküdt az útpatkán, itt láttuk el az újraélesztést, amit a mentők kiérkezéséig folytattunk, majd miután a sérültet a mentők elszállították, megkezdődött a baleset helyszínelés. Első az emberélet, hangsúlyozták a helyszínen a rendőrök, akik még jóval a baleset követően is láthatóan a történtek hatása alatt voltak. Bár az újraélesztés sikeres volt, vasárnap este a balesetet szenvedett 64 éves férfi belehalt sérüléseibe, tudtuk meg a Bács-Kiskun megyei kórház sajtószóvivőjétől. A rendőrségi vizsgálat jelenleg is zajlik az ügyben, a rendőrség büntető eljárást indított. Füredi András közlekedési szakértő vállalta, hogy stábunkkal együtt megtekinti a helyszínt. Véleménye szerint az, hogy a busz már a zebrán megállt, mérsékelt sebességet feltételez. A rossz idő és az enyhe útkanyarulat is közrejátszhattak abban, hogy nem észlelte időben a sofőr a gyalogost, igaz, hozzátette, ezek csak lehetőségek. A közlekedési szakértő a gyalogosok számára is adott néhány hasznos általános tanácsot. Nézzék azért a gépkocsihetőt, ugye, hogy lát-e bennünket. Na most hát ez az egyik, amit így tudok tanácsolni a gyalogosoknak. A másik, hogy tény is való, hogy elsőbségük van, de azért győződjenek meg az áthaladás veszélytelenségéről. Füredi András hangsúlyozta, minden helyzet, így a péntek esti baleset is más. Így a vizsgálatok végéig biztosat nem lehet mondani arról, kinek milyen felelőssége van a halálos tragédiában. A baj ráadásul minden óvatosság mellett is megtörténhet.